Üdvözlök mindenkit hatalmas nagy szeretettel! Sziasztok! Én Győri Zoltán Gábor vagyok, ez pedig a Mit Játszunk Vlog. A következőkben pedig 7 társas játékról fogok beszélni, amiket még nem adtak ki magyarul, pedig szerintem tökre méltóak lennének rá. Olyan társasjátékokról van szó, amik valamiért elkerülték a magyar kiadók figyelmét. Az, hogy milyen játékot adnak ki magyarul, ez általában egy ilyen üzleti döntés, és olyan játékokat szeretnének, amiben azt sejtik a kiadók, hogy hú, mennyi pénz lesz, és hú, de sokat el fognak adni belőlük. Ez néha sikerül, néha nem. Nagyon sokszor kiadnak olyan társasjátékokat, amik egyébként abszolút teljesen nyelvfüggetlenek, és sokszor felmerülhet a rajongókban a kérdés, hogy hát ezt minek adták ki, hát ebben semmit nem kellett lefordítani, igen ám, de arról elfeledkeznek, hogy azzal, hogy kiadnak egy játékot magyarul, sokkal könnyebben eljut a társasjátékozni szerető emberekhez egy-egy játék. Következzen hát 7 játék, ami szerintem bőven méltó lenne a magyar kiadásra. Az egyik első játék, ami eszembe jutott, amikor elkezdtem összeszedni ezt a listát, az a Medieval Academy, vagy a Die Holdei Zolde. Valamiért teljesen elkerült a magyar kiadók figyelmét, ez egy fantasztikus családi játék szerintem, kártyaleválogatós rendszert használ, és azon túl, hogy minden idők egyik legkirályabb kezdőjátékos jelölőjét, hát mekkora penge vár az a kard, elképesztően vagány, kifejezetten mély és különleges játékélmény 3-4-5 játékos részére. A doboz azt mondja, hogy ketten is játszható, szerintem kevésbé, de nagyon-nagyon egyszerű tanítani, látványos, szép és tök jó megidézi ezt a középkori vidám hangulatot. Szerintem parádés döntés lenne, hogyha nekem lenne kiadóm, én erősen gondolkodnék rajta. Valószínűleg ilyen jogi problémák lehetnek a háttérben, nem tudom, de hogyha esetleg van lehetőségük ezt a egyébként nem kifejezetten majd picit régebbi játékot magyar piacra behozni, én mindenképpen javasolnám. Úgyhogy középkori akadémiára fel! Meglepően nagy a kereslet a csak ketten játszható társasjátékokra, és a csomó kiadó bevállalja ezeket idén, és a csomó különleges csak ketten játszható társasjáték is jön, de nagyon szomorú szívvel látom, hogy valahogy minden évben kimarad a Targi. A Targi egy csak ketten játszható társasjáték, ilyen arab közel-keleti környezetben pakolgatjuk le az emberkénket. Nagyon magától értetődő, különleges és hát nyelvfüggő alkotás, és olyannyira ritkaságnak számít szerintem, hogy még angol kiadása is meglehetősen ritka. Nekünk egy német példány van meg, a feleségem írogatott rá papírfecnikre, és így manuálisan fordítgattuk le magunkat, mert nem vagyunk kifejezetten jók németből. Hú, de örülnék neki, hogyha Magyarországon megjelenne, mert egészen biztosan méltó a figyelmetekre ez a társasjáték. Egyszerű, különleges és kellően profi ahhoz, hogy sokat vegyük elő, még annak ellenére is, hogy német jelent meg, mennyivel könnyebb lenne, ha megjelenne magyarul. Targi. A következő játék az a Concordia. Ez már egy picit nagyobb falat, mint az előző kettő. Ez egy római korabeli utazgatós, hajózós, kereskedős, minél több helyen jelenlévős társasjáték. Valószínűleg az én figyelmemet is elkerülte volna, hogyha nem ilyen előkelő helyen van a Board Game Geek listáján. Csodálom, hogy ez a játék még nem jelent meg magyarul. Nyelvfüggő alkotásról van szó. A játékosok kártyákat használnak, és mindegyik kártyán van angol vagy német szöveg. Nagyon-nagyon jó a dobozban, hogy mind a kettő nyelv jelen van, az angol tudjuk használni, de mennyivel könnyebb lenne, hogyha megjelenne magyarul. Érdekes, hogy a kiadók egy csomó különleges és egyébként parádés társasjátékot kiadtak már, de volt egy-két olyan döntés, amit úgy nem értek, hogy miért volt az fontos. Nyilván egy nagyobb csomagban kapták meg, és ugye azt is akkor kiadhatták magyarul, de valamiért a Concordia folyamatosan lemaradt elő a listáról. Tessék szépen elgondolkodni azért azon, hogy miért nincs ez a társasjáték mégis, hogyha esetleg nem jelenne meg a későbbiekben, akkor is mindenképpen ajánlom, mert nagyon jó. Na, a következő egy igazán a ritkaság. Én tavaly 2017-ben találkoztam ezzel a játékkal Essenben, és ez a Troll. Ez annyira francia ez a társasjáték, hogy külön adtak hozzá angol nyelvű paklit. Ez egyébként erősen nyelvfüggő alkotás, melyben troll klánok vagyunk, amik elmennek vadászni, és a játék lényege, hogy vannak különböző prédák, és egy prédára nem csak egy klán tud menni vadászni, hanem különböző klánok mini kooperálva vagy összetrollkodva a vadászatot, ugyanis nagyon jó pofa benne, hogy egy állatot nem csak elejteni tudunk, hanem szétzúzni. És hogyha ha túl öljük szerencsétlen áldozatunkat, akkor lesz belőle, és akkor bizony csak a koponya marad annak, aki végül a végzetes szétzúzó smash ütést bevitte. Nagyon fán, nagyon hangulatos, imádom a grafikáját, és nagyon kicsi a valószínűsége Magyarországon meg fog jelenni, de annyira örülnék neki, hogy egy ilyen kifejezetten kicsit trollkodós, kicsit gonoszkodós partijáték egyszer csak, hogy berobbanhatna a magyar piacra. Szerintem erre nagyon kicsi az esély, de hogyha van lehetőséget kipróbálni a trollkodós játékok királyát, akkor trollozzatok. A következő játékról hallottam már pletykákat, de úgy vagyok vele, hogy hiszem, ha látom,
és hát nagyon-nagyon-nagyon jó lenne, hogyha magyar piacon megjelenne a Viticulture, a kedvenc munkás lehelyezős worker placement játékom, fantasztikusan tematizált játék, bortermesztők vagyunk, és próbálunk a lehető legtöbb győzelmi pontot begyűjteni különféle bor különlegességek előállításával, építgetjük a birtokot, gazdagítjuk a kis birtokunkat különböző épületekkel, különféle vendégeket fogadunk, és növeljük az állományt, fantasztikus a téma, gyönyörű szép a megvalósítás, és hát abszolút méltó arra, hogy nemzetközi sikereket érjen el. Én nagyon örülnék, hogyha Magyarországon is megjelenne, ez az 1-től 6 fő játszható egyébként különleges és egész estés családi játék. Hallottam pletykákat, meglátjuk, bízom benne, hogy ezek a pletykák beigazolódnak, hogy tervben van a magyar kiadás, de jelen pillanatban még nincs, hú, de jó lenne. Viticulturezzetek! Az iménti játékok többsége meglehetősen nyelvfüggő, a következő pedig 100%-ban abszolút nyelvfüggetlen, és az a koponya, a Skulla Skull nevű játék. Ez szerintem a blöffölős játékok egyik királya. A legjobb ebben a játékban, hogy a szabályrendszer igazából három mondatból áll. Megpróbálsz két pontot begyűjteni, és pakolgatod le a különböző kártyákat a kezedből, összesen 4-jel indítasz, abból 3 virág, egy pedig koponya, és hát bizony könnyen lehet, hogy visszanyal a fagyi, és az egymással való felül licitelgetés, meg blöffölgetés számodra szerencsétlen eredménye jár majd. Biztos, hogyha megjelenne magyarul, akkor sokan hőbörögnének, hogy ezen a játékon semmit nem kellett a szabálykönyvben lefordítani. Igen ám, de akkor nagyon-nagyon sok családba, meg sok játékoshoz jutna el. Ez az egyik legfantasztikusabb és legmagától értetődőbb blöffölős társasjáték. Én nagyon szeretem a hangulata, a színvilága, elképesztő autentikus és igazán különleges. Úgyhogy, ha még nem próbáltátok, mindenképpen, és nagyon jó lenne, hogyha magyar nyelven is megjelenne. A következő társasjáték az egyik kedvenc társasjátékom, és ezért hagytam a hetedik, azaz fő helyre. Nagyon örülnék, hogyha megjelenne a Burgundi. Ez is egy alapvetően nyelvfüggetlen társasjáték, és egy bizonyos réteget érint. Stefan Feld nem kifejezetten az a családi játékoknak a királya, de ez a játék egyszerűen káprázatos teljesítmény. Nem tudom, hogy a Ravensburgernél milyen jogok vannak, és hogy mennyire könnyű velük tárgyalni, hogy egy játék megjelenjen magyarul. Szerintem nem lehetetlen, mert egyébként a Puerto Rico is megjelent, és a Puerto Rico is fantasztikus, örökérvényű remek, ahogy a Burgundi is szerintem. Ez a játék fantasztikusan működik ketten. A téma nem kifejezetten szexi, ahogy maga a külcsíny sem egy ilyen food nagy lányálom, de maga a játék nagyon magától értetődő. Én nagyon szeretem, hogy kockákat használ, ennek ellenére meglehetősen kicsi benne a szerencsefaktor, nagyon jól tervezhető, és a szívemnek az egyik legkedvesebb társasjáték, úgyhogy hogyha megjelenne magyarul, egészen biztosan sokkal több ember ismerné meg, és sokkal több háztartásba jutna el ez a parádés társasjáték. Ez volt hát az a 7 játék, ami szerintem megjelenhetne magyarul. Még nem jelent meg, de nagyon bízom benne, hogy előbb-utóbb valamelyik kiadó rákacsint ezekre a lehetőségekre, és eljuttatja ezeket hozzátok magyar nyelven is. Hogyha tetszett a videó, akkor kérlek, dobj egy nagy lájkot, esetleg pár megosztást, nagyon-nagyon jól jön, köszönöm szépen, és remélem mi hamarabb találkozunk, addig is jó játékot nektek. Sziasztok!